aki nem lép ezen a területen, ő lemarad, és ha lemarad, akkor lemarad a gazdasága. Ez pedig óriási problémához vezethet. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere a konferencia résztvevőit. A digitális tanácskozáson elhangzott, elképesztő sebességgel változik a gazdasági és a társadalmi környezet a digitalizáció miatt, erre pedig válaszokat kell találni. És el tudtunk kezdeni dolgozni. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza ezért kidolgozott egy akkreditációs anyagot Ipar 4.0 Management címmel. Céljuk ugyanis, hogy elindítsanak egy digitális képzést a városban. Örülök annak, hogy a Kanizsai Képzési Kampuszon a gépészmérnöki képzés mellett az informatikai képzést is erősíteni akarják, csatlakozni akarnak az előttünk levő modernizációhoz, ahhoz a kihíváshoz, amit a digitális világ, az automatizáció, a robotizáció állít a világgal szemben és a munkavállalókkal szemben is. Az elméleti képzés mellett gyakorlati elképzelése is van a Kanizsai Kampusznak. Az intézmény szeretne kialakítani egy labort, ahol tesztelni lehet, hogy egy adott vállalkozásra miként hat a digitalizáció. Veszünk több száz millió forintért technikai eszközöket annak érdekében, hogy az automatizáció során, ami ma a kis, közép és nagy vállalatokra vár, különösen a nagy és a középvállalatokra, tanácsot tudjunk adni, és tudjuk szimulálni a mi laborjainkba, hogy mi fog velük történni, hogyha átállnak a teljes digitális termelése. És ott tulajdonképpen előre le lehet modellezni azt, hogy a vállalatnál, amikor ez a nagy vásárlás és beruházás megtörténik, akkor egyébként a gyártás során az informatikai területen és a humán erőforrás zónában mi fog történni velük. Az eseményen szó esett a Craft programról is. Ennek lényege, hogyha több kisváros összefog a régióban, akkor egy egészen más helyzet alakulhat ki, például a gazdaságban is. Ezen belül most már nem egy, hanem több várossal és a környezetével foglalkozunk úgy, hogy megnézzük, hogy mik azok a feltételek, aminek a mentén ezek a városok egymással is jobban tudnának együttműködni, és vonzanának ide külső munkaerőt, igazi minőségi turizmust, és ott tartanák a fiatalokat. Most ebben persze a digitalizáció elsőrendben fontos, ahol nincs wifi, ahol nem lehet internetezni, oda nem jönnek se külföldi diákok, se magyarok, és aki ott van, az elmegy. A digitális konferencia holnap is folytatódik Zalakarason, ahol a témában jártas szakemberek tartanak előadásokat.